Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Debrecenbe látogattam el, a Déri Múzeumnak a régészeti kiállításáról fognak hallani. Beszélgető partnerem pedig a régészeti kiállításnak a kurátora, Hajdú Zsigmond. Hallgassák meg a riportot. Viszonylag hosszú előtörténete van ennek a kiállításnak. 1991-ben született meg ennek az alapgondolata, amikor is a magyar muzeológiában teret kezdtek nyerni a tematikus kiállítások. Tehát ne az időrendi kiállításoknak a lineáris megismétlődését próbáljuk meg minden kis helyen a helyre lehetekből összerakni, hanem valami témát tegyünk középpontba, és akkor azt szerint történjenek ezek, és akkor nyílt meg Szolnokon az Őseink házatáján című kiállítás, ami a település történetet vitte végbe. És az úgynevezett megjelenítő kiállításnak meg volt egy különleges példája abba az időben, 80-as évek végén Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban, ami az Avarnak mondták magukat, a Lőrinczi Gábor, és azt hiszem Kürti Béla rendeztek egymás mellett, két jurtába, egy iker jurtába volt benne az Avarkornak, ugye közel 300 évének a története olyan furcsa képileg is és helyileg is megjelenítve. Egyszerűen volt megoldva, de mindenképpen újszerű volt. A jurta maga az egész avarvilágot jelentett, a teteje ki volt vágva, ott a csillagos égnek egy része belátszott, és szólt egy bizonyos keleti zene, török nomád zene hozzá, és benne pedig körül lehetett járni, és különböző ábrázolásokon, egyebeken keresztül gyakorlatilag meg lehetett ismerni az avarkornak az életformáját, viseletét, állatait, stb. Minden mást. No, ezek voltak azok a képek, amik alapján akkor ez az én ötletem volt, mert ezt akkor rám bízták, hogy itt akkor temetkezést és a halál kultuszát kellene bemutatni valahogy, hogy ez legyen akkor a téma. Az akkor megszületett kiállításban igazodva a térviszonyokhoz igyekeztünk, hogy ez egy ilyen halálvilága legyen, tehát legyen ennek valami fajta nem ezoterikus, de mindenképpen megélhető, tehát hogy látva, hogy amiről ez a kiállítás szól, az egy egyetemes olyan állapot, ami hát a halál, ami gyakorlatilag időtlen és az egész emberiségnek ugye a alaptényezője és alapélménye. Úgy próbáltuk kialakítani, és alapkoncepció az úgy hangzott, hogy ezt a kozmogóniának az általános időtlen három szintjét próbáljuk megvalósítani, hogy van egy alvilág, a mostani világ, és ugye van egy fenti világ, amit mennyország kötésbe bárminek lehet hívni. És a kettő között mindenfajta lefölmenetek vannak, és ebben az egyik legegyetemesebb egyik szimbólum az életfa, ami valahogy az eurázsiai gondolkodásban, de egyébként sok minden másfelé ugye létezik a nagy fa, mint ami a világ közepén van. Hát ezt a helyzetet egyébként akkor elkészítettük helyi erőből olyan, kétharmadát tudtuk megcsinálni. Na, az égben lévő világot nem tudtuk, de be tudtuk csinálni azt a világot, ami a körsétával ebben a bizonyos világban a Hajdú-Bihar megyei régészeti leletek alapján egy új kőkortól a honfoglalásig elmenve, és így a halál témáját, különböző nagyobb egyébként témák rosszba, három nagy téma, azt meg szintén három kisebb témák rosszba egyébként valahogy bemutassuk. És ennek a fának a közepén, ennek az akkor érfának a közepén meg egy ilyen egyetemes halál szentélyét rendeztük be, ami semmire nem hasonlít, tehát nem akartunk leképezni semmi se, de hogy alapvetően benne van ez a fajta hármas egység. És abban viszont kiemelten szerepeltettünk tárgyakat, és a középpontjában a pocsai boroszkori kocsit tettük be, mint az utazásnak a szimbóluma, mint talán a halálnak a legegyetemesebb szimbóluma, ami a szintén mindig van, tehát ugye egyik világból a másikból átmehetnek is. A körülötte lévő kisebb alakúba szintén kiemeltünk a búcsúzásnak, ez egy neolit edény volt, utána pedig két híres kincsfeletet tettünk ki, mint az istenekkel való kapcsolattartásnak a votív formáját. Hát és volt egy fejfaj, meg az emlékezésnek, tehát a monumentumnak a formája volt. Tehát ezeket emeltük ki egyetemesül. Tehát ez a fajta kettőség készült akkor el. Ez a kiállítás át 10 évig, utána egy furcsa kapcsolat formán elment Lengyelországba, ennek egy utazó formája, ami ott különösen itt is sikeres volt, elmondhatjuk, tehát a beírások alapján, meg a visszajelzések alapján, de Lengyelországban különösen az volt, ott néhány új technikai megoldás is bejött, és akkor így gyakorlatilag, amikor most lehetőségünk nyit egy pályázaton keresztül, hogy új kiállítást csináljunk, akkor
a téma végül is megmaradt, csinálj meg az egészet úgy, ahogyan volt. Ebben az első kettőnek a tapasztalatai benne voltak, és most ez készült el, ez a most már teljes égi kettes. Tehát ami új benne, az az égben lévő égi, úgymond egyiptomi sírkamra, ami gyakorlatilag azt a harmadik egységet képezné az egészben, és így állna össze ez a halálháza, vagy halálországa, vagy valami ilyesmi. Ezt nyilván nem használjuk ki. Van egy katalógusunk is róla, amiben hogy nagyjából sikerült ezt a alaphelyzetet egyébként leírni, úgy a szimbólumokkal együtt kiegészítve, tehát az egyetemességét, a konkrétságát, a régészeti részeket és az egyiptomi részt is úgy röviden összefoglaltuk benne. Úgyhogy végül is én örülök neki, mert egy ilyen 91 óta, egy 20 éves vajudás után egyébként ugye a szálba szökött és megvalósult ez a kiállítás. Szerintem ez nagyjából ahhoz hasonló, amilyennek gondoltam, vagy gondoltuk, mert aztán sokan voltunk még ebbe benne. Itt vagyunk a kiállításon egy gyönyörű csillagos térben. Hát ez is az egyik része, mert a kiállításnak a címe, hogy a csillagoség lakói. Ez az egyiptomi halottak könyvéből vett idézet, illetve elnevezés. Azért vettük így által, mert gyakorlatilag az egyetemes emberi halálkultuszban szinte mindegyikben szerepel az, hogy a halottaink valahol a csillagoségben vannak, és a csillagoségről tekintenek le ránk. Mindenféle bonyolult mitológiai dolgokon keresztül végül is a csillagos égnek és az éjszakai csillagoség az a egyetemességet, a nyugalmat, és hát egyben a halottakra való emlékezést is, vagy azokkal való kapcsolattartásnak is egyébként az örök szimbóluma lehet. Ezért itt egy ilyen északi féltekének a tavaszi napi egyenlőségének egy állapotát próbáltuk meg föltenni, amennyire tudtuk, és ebben kiemelten szerepelnek bizonyos csillagképek, amiket egyébként ilyen lézeres megoldással lehet látni. Ott lenne a középpontja a sarkcsillag, ott a kis göncölnek a végén, tehát ugye az a bizonyos égi tengelynek, az Axis Mundinak a felső része, és akkor innen fordulna be, és akkor összes többi csillagkép ennek arányában egyébként vannak elhelyezve. Tehát amennyire lehet hitelesnek próbáltuk, de inkább az élményt próbáltuk egyébként itt megjeleníteni. Ebben a ilyen furcsa erdei szimbólumban, tehát egy ilyen őszi, vagy inkább egyébként téli, ilyen ködös hajnali erdőbe járnánk, amikor ezt a körsétát megtesztük, tehát ez a, mondjuk erre most utaltunk, mondjuk a Dantének a sötét erdejére, ami szintén tudjuk az embernek az útkeresésének az egyik szimbóluma lehet, és hogy ebben a körben van ugye középen ez a hatalmas fa, ami az életfát jelenti, ami hát a középpontját jelenti ennek a világnak, és itt, ahogy ebbe körül megyünk, gyakorlatilag a halálkultusznak három fő témaköré járjuk be időrendnek megfelelően. Az első témakör az a lakóhely és temetkező hely címet viseli, és ez az újkőkornak és a részkornak az időszakát ölelni fel három fő lépésben. Az egyik az, amikor nem nagyon válik még el egymástól egyik ez a korai időszakban. Az élőknek a terés, a halottaknak a helyette sokszor egy helyen vannak, aztán ennek vannak rendezettebb formái, és utána a részkorban ezek külön válnak, tehát külön lesznek rendezett temetők, és külön lesznek az élőknek a helyei. Ezek elmúlt időszakban egy-egy jelentősebb Hajdúbél megye ásatásnak a egyes, mondjuk nagyon jellemző részének a bemutatásával egyébként történik ennek az ábrázolása. Itt a Terepasztalnál van a Polgárcsi Összhalom késő neolit kori időszakából egy ház és a körülötte lévő kis temetkezéseknek a helye, tehát a ház körüli kis temető és egy külön kiemelésnek a képe. Itt az eszközöket sikerül felhasználni, tehát egy lenyílik és bele lehet nézni ezekbe a sírokba, és mindegyiknek egyébként megvan a külön maga lebontása, tehát ebben az egyes egységekben el lehet merülni ennek az egyes esetnek a hitelességén keresztül, el lehet bontani a mindennapok szintjére mindezeket. De most még, hogy a nagy esélynél maradjak, tehát a három egységben a temetkező hely és lakóhely az egyik, a második majd a temetkezősi formák lesznek, ez a bronzkoron keresztül mutatjuk be, és a harmadik az a halotti kultusz lesz, és mindegyiknek megvannak a maga hármas lebontásai, mégpedig szintén a Hajdúbél megye ásatásokból vett hiteles példák alapján, és ahogy ezen most itt a három témán körül megyünk, úgy közben eljutunk az újkőkor korai időszakától, eljutunk a végén a honfoglaláskorig. Tehát egyfajta időbeli sétát is úgymond végeztünk. Nyilván nem folyamatos az időrend, csak ugye mert bizonyos részeket ki kellett hagynunk, de végül is ezt a fajta tematikus rendszert tudtuk így a térhez igazodva, és a koncepcióban megtartva, és mondjuk a legfontosabb leleteinket bemutatva, és ehhez a célhoz igazítva, összehangoltan láttatni, bemutatni ezt. Itt megálltunk a sírt, meg lehetett nézni. Közben megnyomtál egy gombot. Mi történt?
Hát az történt, ez most az új audiovizuális rendszerekben, meg az új kiállítás technikában lehetővé válik az érzékelő bemutatása, minél hülyebb egyébként makesszerű bemutatás, és ebben itt van egy arányos felépítése, egy településen a ásatások alapján lekonstruált háznak, és a ház körüli munkagödröknek, és kútnak, és a mellett lévő kis temetkező helynek. És ebben a temetkező helyeknek a arányos új bemutatásán a temetkezési hanból kettő lenyílik, egy ilyen megoldás, és látni lehet benne azt a vázat, illetve a sétát, ahogy mi azt föltártuk. Fent viszont egy hitelesen megvannak a falon ugyanezeknek a fotó másolatai, tehát lehet látni, hogy nem fantáziáról van szó, úgy értve az eredetiből, hogy miből készültek, tehát a hitelessége meg az értelmezés egyébként a falon olvasható, viszont itt meg lehet látni, és egyébként benyomva meg lehet nézni, bele lehet nézni a sírókba. Nyilván ez egyfajta olyan lehetőséget ad, ami gyerekek számára és még fiatalok számára a dolgot még élményszerűbbé tudja tenni. Hogy ha már mondjuk itt nézik egy korábbi időszakban, amikor még ugye arról beszéltem, hogy a temetkező helyek nem válnak el egymástól, ez a vonalrészes időszakából, itt szintén egy polgárkörnyéki településről, illetve hát feltárásból számozik egy úgynevezett pitoszos temetkezés, ami azt jelenti, hogy a településen belül az egyik nagy szemetes gödörbe, ami a háznak a szemetjét ültették ki, abban találtunk egy tálaló gödörben egy kisgyermeknek a csontvázát. Ez tehát egy összetett funkciójú gödör, mert először ezt a gödöt agyagnyerőhelynek használták, utána ebbe a gödörbe a telepnek a szemetjét tették, majd ebbe a különleges betemetett gödörnek a tetejébe a gyereket beletették egy ilyen tálóedénybe, és úgy temették el. Ez már temetkezési forma, de látjuk, hogy valahol a hulladékba beletett temetkezési forma. Most itt azért a dolgokban nagyon érdekes összefüggések jönnek elő, párhuzamok, és ahogy elmondtam, én asszociációs lehetőségeken keresztül, azért lehet tudni, hogy itt a hulladék szó nem a mai értelembe vett, megvetett dolgot jelenti, hanem ez a hulladék a megkülönböztetést is jelenti egybe, hiszen ez az a hely volt, ez a bizonyos gödör, ahonnan azt a szent agyagot nyerték, amiből ők ezeket az edényeket csinálták, meg a házukat tapasztották, ezért ugye annak az alján van egy kis áldozó gödör, abban két épedény volt egyébként letéve, és az épedény egyébként vissza van temetve azzal a földdel, ami egy eltéleg egyik benne volt, tehát ez nem a szemétával föltéve. Tehát magyar ez a gödör a maga visszatemetkezésével együtt különleges, mert a benne lévő összetört edények nem véletlenül kerülnek ide, valószínűleg azért kerülnek ide, mert hogy innen vétettek, tehát ugye oda kerülnek vissza, onnan vétettek. Most ez a megkülönböztetett hely, ez fogadja be ezt a gyereket is egyébként egy másik edénybe. Tehát ők egy különleges, általuk kiemelt helyre temették el, akkor, amikor hulladékgödörbe tették. De ez most nekünk egyszer jelentkezik a ház körül létezéssel. A hulladékgödröknek ez a fajta kialakítása, hogy egy kvázi alapítási lelet kerül be. Melyik korszakban mutatható még ki? Végül is maga az alapító áldozatoknak a lehetősége az gyakorlatilag a letelepült életformától kezdve mindig valamennyire jelen van. Csak azt ne felejtsük el, hogy ez nem kötelező rendként van jelen, tehát nem mindegyik helyen volt jelen, meg ha jelen is volt, nem mindig találjuk meg. Tehát alapító áldozatoknak a nyomát általában véve egyébként a házakkal összefüggésbe, házépítkezések összefüggésbe szoktuk legjobban használni. Tehát a házakban végül is alapítási áldozatnak lehet számítani a cölöpjukak mellé betett gyerekvázakat is, ami nagy tömegben vannak jelen. Nem mindig, de nagy tömegben vannak jelen. A házon belüli temetkezések is lehetnek alapító áldozatok, ami ebbe a korba, meg a még korábbi korszakokban is nagy számban vannak jelen. És mindenféle más különleges, mondjuk padló alá tett tárgyak, vagy figurális szobrok, vagy ilyesmik szintén szerepelhetnek alapító áldozatként is, vagy a házhoz köthető tevékenységnek a ceremoniális részeként is lehet értelmezni. Tehát a formája az őskorban szinte végig jelen van, mert ez aztán később a bronzkorban is előfordul, szintén a háziépítkezéseknél, meg a vaskorban is, és hát mondhatnám azt, hogy egész, hogy ha a Kőműves Kelemen némotívum, mondjuk akkor egész a néprajzi korszakig, hogy ez jelen van, tehát az építés, ami áldozat, alapító áldozat, hiszen ma is letesszük az alapköveket, stb. Tehát ez egy egyetemes forma, de lehet mondani, hogy letelepülési életformától kezdve úgy tűnik, hogy ezeknek a nyomai mindig megvannak, csak nem találjuk meg mindig, és nem úgy azokban a formában. Tehát a formák azok nem kötöttek, nem panelesítettek, hanem egyediek lehetnek, és ezeknek a nyoma most vagy fennmaradt, vagy nem maradt fent. Lépjünk akkor tovább. Jó. Itt a rendezett temetőnél, ez egy régebbi egyébként ásatás volt a megye területén, egy részkori temető, és azért tettük ezt ki, mert különösen érdekes, ez is egyébként fent van a temetkezésnek, ugye a temető térkép, mert ebben az időszakban, a részkorban már a temetőket külön viszik. Tehát ugye már megvannak a nekropoliszok, tehát a halottaknak a városa, a halottaknak a települése, elkülönül az élőkétől. Itt látjuk, hogy ez egy első nézésre nem annyira rendezett, de mégiscsak az rendezett tér használt van ebbe a temetőbe, és közelből értékelve a sírokat egy különböző egy társadalmi egységet lehetett elkülöníteni.
látjuk, hogy itten kiemelkedik két különösen gazdag sír. Ezek voltak a mellékleteikben a két leggazdagabbak, ezeket jelenítettük itt meg egyébként itt a kiállításban, és utána van egy körülöttük lévő, egy másodlagos kísérőknek és valószínűleg, hogy ennek a közösségnek az előkelő családtagjának a temetkezése, és van egy harmadik, amik egy ilyen másodlagos gyűrűbe veszi egyébként körül, és ezeknek a fektetésében, a tájolásában, mellékletében van valami fajta összefüggés, hasonlóság, tehát a területnek ez a tér használata tele jól tükrözi az élőknek a hierarchiáját, tehát ahogyan éltek, azoknak a, és a középen lévő két pár lehet valószínűleg a törzsfőnök, illetve hát a törzsfőnök és a mellette lévő hölgy, ugye mert az egy egymással szembefordított két sír, amelyik egyik a férfi és a másik nő. A férfi az egy idősebb, ilyen maturuszkorú, a nő meg fiatal. Tehát a kapcsolatuk végül is lehet egy fiatal feleség, és egy idősebb egyébként férfi, lehet esetleg egyébként mondjuk lánya is lehet, tehát ezt nem tudjuk annyira eldönteni, mert mégis genetikai vizsgálatokat az időszakból, hogy mi nem tudunk, most a síroknak a csontjai, a korabeliek azok erősen tönkre mentek, tehát más hiteles, főből előkerül, csak máskorból előkerült egyébként vázakat használunk, amik ennek a fajta antropológiai paramétereknek feleltek meg. Ez a férfi, ez egy idősebb férfi, az meg ott a fiatal nő, aki a váza, és a benne lévő edényeket próbáltuk meg abban a rendszerben helyezni, mi bemutatni, tehát tulajdonképpen itt a halottak városába mentünk el, tehát a halottaknak a hierarchikus társadalmában egy ilyen főnöki társadalomból találunk itt egy főnöki párnak a sírját. Ahogy megnyomjuk a gombot, ugye piros a főnöki pár, közvetlen körülvevő csoport az a kék, aztán a zöld. Vannak olyanok, akik szerte széjjel, szanaszét vannak, fehéren maradnak, ők kik? Biztos, hogy lehetne róluk tudni, tehát valószínűleg ugyanennek a közösségnek a távolabbi tagjai, értem, hogy távolabbi, hogy messzebb eső tagjai. Megjegyzem, ez a temetőlés egyébként az összes feltárásnak a nehézsége szerepel, tehát ez egy régebbi feltárás, tehát műszeres felderítés még korán sem volt ilyen szinten. Látszik, hogy meddig tudták megkutatni, még tudjuk, hogy a temetőlésnek az egyik részén, hogy ott mai bolygatások is voltak, tehát magyarul nem valószínű, hogy az egész temető fel van tárva. Tehát ez egy töredékes feltárás, de azért eléggé nagy egység, tehát egész nagy egység az egy láthatóvá vált. A többieknek valószínűleg az ez volt tartozása adott, mert a közösségen belül ők is valami fajta rokoni viszonyban lehettek, de lehet, hogy egy másik nagy család, mert a tagjai lehetnének, csak azok ilyen fajta látható hierarchiát nem mutatnak, mint amennyi ez. Általában az őskorban lévő szabályformáknak a tükröződésében mindig benne van ez a nem annyira szabályos, mint a civilizáció. Formákba, tehát nem annyira panelesített. Én azt gondolom, hogy ott egy másik közösség létezhet, amennyiben a köztel lévő üres foltok azok természetesek, tehát magyarul mondjuk az nem bolygatásból adottak. És mondom, ez egy régi ásatás, aminek a lehetőségeim jóval gyengébbek voltak, mint a mostaniak, de egy mai ásatásnál is felmerülhetnek ezek a problémák. A másik pedig, hogy az alapantropológiai vizsgálatok, amiben rokoni kapcsolatokat ki lehetne mutatni, hát most itt sajnos nem igen működik, mert ezek a vázak nagyon-nagyon-nagyon gyér állapotban voltak, és csak inkább a melegeteket tették el abba az időbe. Ez egy 50-es évekbeli ásatás volt. Kedves hallgatóink, akkor most itt Magyar Homorodnál megállunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat, beszélgetést a múzeumnak a régészeti munkájáról. Pompás, új világ,
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. A Déli Múzeumban járunk, és Hajdú Zsigmonddal beszélgetek, ezúttal a múzeumnak a régészeti munkájáról. A jelen pillanatot nyilván egy kicsit a múltba visszanézve kell valamiképpen ugye értékelnünk, illetve egy kicsit ugye átnéznünk. Hát mondhatom azt, hogy a Déli Múzeum történetében a régészeti osztálynak, illetve a régészeti tevékenységnek a története az gyakorlatilag jól tükrözi az elmúlt évtizedeknek az országos, illetve szélesebben a Európa és a világ változásait. Tehát magyarul, amik történtek, azok nem itt lettek kitalálva, hanem ugye azok a világban jött újabb változások voltak, és hogy annak megfelelően a tevékenység is, a szempontok is, meg hát maga a műhely munka is egyébként ennek megfelelően alakult át. Amikor mondjuk ide kerültem, akkor még hárman voltunk itt a múzeumnál, ez megfelelt általában véve az akkor egyébként vidéki múzeumi hálózatban dolgozóknak a számának nagyjából. Hát voltak azért helyek, mondjuk például Szeged, ahol egyébként egyetemen is volt régészeti tanszék, és akkor többen voltak, de hogy általában véve ez a 2-3-4, esetleg 5-6 ember egy megyén belül, mint régész, és azok egy vagy több múzeumban helyezkedtek el. Ez az állapot felelt meg. Abban az időben egyébként nagyjából ilyen kis ásatások voltak, legtöbb esetben elvásatások voltak, kis felületű feltárások, az a 70-es éveknek a végéig tartott. Utána jöttek a döntő nagy változások, amikor egyszerre jött be az, hogy a rendszerváltás után a UNESCO törvényeket elfogadva az európai jog szerint immár a beruházások előtt a földben lévő kulturális örökség védelmi szempontokat, azokat ugye komolyan kellett venni, és nem alkalomszerűen, és nem mondjuk kapcsolatszerűen, mint a korábbi időszakban volt. És erre komoly törvény adta fedezetet is teremtette, bár elég kacifántosan, ez meghatározta a későbbi évtizedeknek a munkáját, de azt nem akadályozta meg, hogy végül is ez a fajta tevékenység a beruházásokhoz igazodva a kis feltárásokból nagy felületű feltárásokkal és azoknak a dokumentálásával pedig az új térinformatikai rendszereknek a kiépítésére, alkalmazására, és annak tervszerű, hogy így mondjam, bevezetésére került sor. És ennek sok-sok kínlódás, meg erőfeszítések állán azért nagyjából sikerült Magyarországon is egy egységesnek mondott rendszert kidolgozni, és ezt egy országos rendszerbe működtetni, aminek az egyik fő ismérve talán pont az volt, hogy ez a fajta hatalmas tevékenységi rendszer, ami hát a kihívásokat sokszorosára növelte meg az előzőekhez képest. Két részre volt, egy kultúrás őrségvédelmi hivatal rész, ami gyakorlatilag ennek a társadalmi vetületét kezelte, és hát a múzeumokra meg ennek a végrehajtása maradt. De a végrehajtással kapcsolatban is a korábbi kis csoportokkal szemben nagy együttműködő tímeket kellett létrehozni, azaz csapatokat, amelyben már nem csak régészek vannak, hanem rajzolók, dokumentáltan fotós és téli informatikai szakembernek is kellett lenni. Hát ez a Déli Múzeum történetében is ez történt meg az elmúlt évtizedekben. Ennek volt egy jó elő segítő formája, hogy az ELTE régészeti intézetével jó kapcsolatot tudtunk tartani, mert a polgár Csőszhalom környéki ásatások Baracki Pál évén ugye érdekelt volt az ELTE régészeti intézete, és azon kívül után ennek nemzetközi kapcsolataink keresztül is, ahol gyakorlatilag jó minták itt a megyében születtek, meg is ebbe be tudtunk mi is kapcsolódni, és utána, amikor nagy feltárások jöttek a 90-es években, akkor gyakorlatilag az egyik, mondjuk úgy, hogy mintaadó feltárások történtek. Itt mondom az egyik, mert nagyon sok helyen az országban történtek hasonlóak, nagyjából ugyanaz a probléma, hasonló módon kellett megbírkozni minden területen, de mondom, ez nekünk egy külön lehetőséget adott, és akkor így gyakorlatilag ebből a 3-4 fős társaságból most jelen pillanatban 19-en vagyunk, és ebből most azt hiszem 9 régész van, azért mondom azt hiszem, hogy ez most a nagy feltárások miatt kicsit változó. Itt azért természetesen az elmúlt időszakokban, évtizedekben azért nem csak a régészetről volt szó, az egész múzeum így megváltozott egyébként világszerte és így országosan is. Tehát ezen belül mondjuk a régészetnek a helye is ugye alakult, nem csak növekedett, hanem a kihívása is újak lettek. A különböző interaktív kiállítási stílusok és elvárásokban a régészetnek különösen nagy lehetőségei nyíltak a láttatásra, megjelenítésre és egyebek. Tehát ebben is egyébként nyilván előrébb kellett lépni, viszont hozzáteszem, hogy mondjuk a múzeumok mégiscsak a maguk fejfejlődésében, meg kihívásában bizonyos fajta korlátokat is jelentettek törvényszerűen, mert azért egy múzeumot nem lehet annyira felfejleszteni mondjuk a régészet irányába, amit mondjuk az egyes nagy feltárás, vagy utópálya feltárási szakasz megkövetel, tehát fontossá vált a országos központnak a létrehozása, tehát egy országos ilyen Bodendenk-Máfelége német típusú, ilyen bevethető nagy akciócsoportnak a működtetéshez. Ez egyébként mondjuk hát elég nehézkesen, mert dráma, de megszületett Magyarországon, és a Nemzeti Múzeum keretén belül működött. Most lehet, hogy onnan kikerült, de mindesetre ma is működik egy ilyenfajta országos rendszer, és ez az országos rendszernek, a helyi rendszernek a kapcsolatrendszerre próbálja meg ezt kiadni. Ebben egyébként Debrecen
déli múzeum elég jól áll, mert azért, hogy ne csak jókról beszéljek, azért alapvetően ennek az elmúlt 25 évnek voltak a kultúra sok pontján negatív visszacsapódása is. Ez a múzeumi világot is érintette, mert ahogy mondtam, hogy a múzeumi keretekben, ahol ugye hát alapvetően több tudományág, illetve több szemléletmód van helyi gyökerekhez kötve alkalmazva, és ugye a helyi ugye szempontok nagyon fontosak, hiszen a múzeum ugye ehhez kötődik, ugye korábban megye, most megye jogú városok területe, tehát itt Debrecen és környékéhez. Ezért az itteni szempontok bizonyos értelemben korlátozták is, illetve nem adták meg azt a lehetőséget, hogy teljesen föl lehessen arra a fajta szintre futtatni személyében és hátterében. Megjegyzem, hogy az előbb mondtam, a bizonyos fajta kihívások gazdaságtalanok is lettek volna, mert lehetett folyamatosan alkalmazni. Tehát, hoggyha most ilyen nagy feltárásokhoz szükséges térinformatika házatot kiépíteni minden megyébe, utána az funkciótlan, a városba kéne építeni. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egyfajta szervezésekkel, konfliktusokkal járó helyzet volt. Ennek egyik negatív következménye volt az, hogy nagyon sok megyében, hogy az egyéb múzeumi átszervezések és gazdaváltások miatt nagyon sokszor ez a lufi módján a felduzzadt régészeti időszakban felduzzadt úgymond osztályok és régi tevékenységek, aztán lecsökkentek vissza még az előzőnél is néhány megyébe, kevesebbre vagy arra a szintre. Na most mi ezt elkerültük még eddig, hál' Istennek, mert gyakorlatilag a régészeti osztály most is egy nagy feltárás kellős közepén van, és mondom 19 fővel az egyik legnépesebb társasága a megyejogú városoknak a múzeumokon belül, tehát mondjuk itt a keleti ország részben Miskolc és Szegedhez hasonlóan egy nagyon ütőképes társaság tudott megmaradni. Ennek van az a bizonyos bázis háttér, amit ugye megköveteltem, hogy itt már nem csak irodák kellenek, hanem nyilvánvaló, hogy olyan fajta intézményi háttér kell, ahol komoly raktárak vannak, feldolgozó helyek vannak, téri informatikai labor van kisebb, nagyobb mértékben legalábbis, meg hát persze természetesen egyébként kutatói szobák, ugye jól felszereltek. Ebből áll össze úgy nagyjából az a ma mi helyzetünk, amire azt mondanám, hogy nem azt mondom, hogy optimális, mert attól nagyon messze van, de mondjuk a kor általános kihívásainak megfelelően így a magyar viszonyokat ráadásul még hozzátéve, mind a személyi, mind a technikai feltételei úgy a átlagosnál jobbak, na, akkor fogalmazok így. Hol végeznek most a Déri Múzeum régészei ásatást, illetőleg az raktározás, térinformatikai rendszerek és egyéb helyigényt milyen módon tudják megoldani? Jelen pillanatban a Debrecen és Beletyői falun közötti autópálya nyomvonalon folyik a feltárás, mégpedig Derecske környékén. Ennek a folyamatosan változó adminisztratív hátteréhez igazodva, és tehát azt csak egy zárójelbe szeretném elmondani, ezt a bizonyos egyébként feltárást mindig a beruházás érdekében kell elvégezni az alaptörvények szerint, ennek megfelelően a beruházásból kell finanszírozni, el viszont nagyon erősen hozzákötő a régészetet ugye a beruházásokhoz, és ez az időpont, megyébe való beváltás nagyon sok konfliktust okoz, mindesetre ez egy folyamatos szervezésből kiállva. A mostani állapotban az igényeltetik, hogy viszonylag gyors idő alatt kell nagy munkát elvégezni, ez most már csak helyi erőből nem megy, tehát egy ilyen szervezett, összefogott helyzet van, ahol a Déri Múzeum régészeti osztály, itt a Déri Múzeum egyébként szervezi itt a megyi területére eső ásatásokat, de ebben magánásató cégek is be vannak vonva, illetve a szomszéd megyétől is kértünk, meg a régi LT-vel való jó kapcsolatokon keresztül, tehát gyakorlatilag egy ilyen 4-5 faktorból álló összehangos szervezésbe folyiknak ezek az ásatások, most azt hiszem 13 szelvényben folyik feltárás, és ennek az egész területnek a feltárását úgy tudom, hogy jövő év decemberére kell befejezni, tehát határidő az viszonylag van, de hát ide időjárás egyebeknek a függvényében azért ez azért semmiképpen nem könnyű. A hátteret ehhez megteremtve úgynevezett bázis jellegű épületekben gondolkoztunk, ez a megyében az első polgárkörnyékén alakult ki, az most már kikerült egy kicsit. Egyrészt ugye meg is telt, meg másik messze esik most a feltárások miatt. A 2000-es évek elején pedig itt Debrecennek az északi részénél vásároltunk egy bázist, viszont azt már az elmúlt időszakban, hogy mondjam, betöltöttük és kilaktuk, bár most még ott van mindig a központja a régészeti feltárásoknak, tehát a múzeumhoz tartozó egyik csapatnak ott van a bázis helye, és most egy újnak a kiépítése van, ez Kismacson történik, ott egy volt iskola épületét alakítjuk át, tehát gyakorlatilag egy harmadik bázis jellegű épületnek és helynek, telephelynek és kutatóhelynek a kiépítése folyik. Ezek azért alapvetően olyan céllal vettük meg, hogy ez fejleszthető, tehát viszonylag nagyobb udvara van, tovább lehet fejleszteni, és hogyha a feltárások elmúlnak, akkor nem kell feladnunk, hanem ezt lehet folytatni, és át lehet vinni valamilyen szinten egy tudományos feldolgozó helyé, még a nyilván kevesebb ember és mondjuk kevesebb kapacitással is, de nem egy bezárt raktár lesz belőle, mint ahogy néhány más helyen ez sajnos így sikerült, de ezt a megyébe sikerült eddig elkerülnünk. Milyen korszaknak milyen leletei kerültek elő? Ez az Alföld Pálna Tiszamente nagyon gazdag, tehát ha most
egy mondatban mondanám, akkor az elmúlt 10 000 év szinte folyamatosan megtelepült állapotának a lenyomatával találkozunk. Tehát az újkőkor korai időszakától kezdve, Krisztus születés előtti 6000-es éveknek az elejétől, egészen a késő középkorig, és hát most már ugye elvileg a néprajzi időszak, hogy az elmúlt 200 év is valamennyire kutatás alá tartozik, bár ennek még igazából nem nagyon tudtuk megteremteni a lehetőségeit, de elvileg ugye napjainkig folyamatosan vannak benne emlékek. Az amúgy már elég jó ismert történeti, egymás utáni időbeli időszakoknak és kultúráknak a leletei különböző helyi eredményeket hoznak, hogy bizonyos kultúráknak, ami eddig kevésbé volt ismert, nagyon komoly mindennapjaira utaló mondjuk településeit sikerül föltárni, temetkezési szokásaikat sikerül hozni, illetve bizonyos hiátusokat, például ami mondjuk itt honfoglaláskornak, ugye az Árpád első generációjának a betelepüléséhez köthető, vagy ahhoz közel lévő késő avar időszaknak itt most több temetője és települése került elő, tehát gyakorlatilag az a bizonyos egyébként üres Kárpát-medencés elmélet úgy tűnik, amit már úgy senki nem hisz igazán, de úgy tűnik, hogy ez most egyre inkább itt is egyébként lesznek komoly leletei, ami ezt megszüntet és a folytonosság irányába hat valahol. Ez is az, akkor hát természetesen az újkőkor időszakában, ami mondjuk hozzám mondjuk közelebb áll, itt különösen érdekes a korai időszak, tehát az első földműves megtelepülőknek a kultúrája, ami a közel-keletről indult ki, ennek a legnyugatibb zónájába volnánk, és az a körös sztárcsavó kis kultúrának nevezett kulturális egységek letelepült életformának az első formái ezek. Ezeknek az első emlékei itt ebben a zónában még tetten érhetőek, és találkoznak azzal a nyugat-európai, illetve hát európai mezolit őslakosságból kialakuló úgynevezett ilyen első vonaldíszes kultúráknak a telepeivel vagy embereivel, tehát ez a nagy határzón ez különösen érdekessé teszi, és egy olyan telepünk van Szent Péterszeg mellett, amiben tulajdonképpen ez a két korszak egymás mellett van, és még úgy valahogy találkoznak is. Tehát ez egy különösen érdekes, mert ennek a találkozásra összefüggés, hiszen két nagy ellentétes régiónak a találkozásáról van szó, és ennek a találkozás mindig nagyon izgalmas tud lenni. Tehát az egyiknek mondjuk a Rajna vidékétől lévő vonaldíszes kultúrák, ami hát elsősorban az európai mezolitokból alakulnak ki, vadászokból alakulnak ki, és a közel-keletre jött első nagy egyébként földműveseknek az idáig való expanziója, illetve hát megjelenésenek a találkozása, ez egy külön izgalmas, mondom, az egyikben. Aztán a bronzkorban vannak különösen izgalmas dolgok, a keltákról, ami szintén itt a keleti keltáknak a településébe, temetkezésébe szintén nagyon érdekes részletek jöttek elő. Tehát azt kell mondjam, mindegyik korszaknak a képét egyre jobban fényesíti és világítják meg ezek az ásatások. Tehát ebben nagyon sok új van. Körös sztárcsavó kultúra, hogyan képzeljük el, milyen volt ez, hogyan éltek akkor az emberek? Hatalmas nagy kultúrkörről van szó, ugye, ami hát a... Mettől meddig terjedt? Azért van három neve, mert három nagyobb rég, ugye hát a sztárcsavó az a Alduna mentén Szerbia területére eső részeket jelöli, tehát azt a bizonyos Alduna ment részt, ez mai Magyarországból érinti a Dél-Dunántúlt is, és hát természetesen a lentebb lévő déli területeket, tehát Horvátország, Szerbia területét. A Krisz a körösnek a román neve, tehát a Temes rész, illetve hát az Erdély belső egyébként is a bánátnak a nagy részét elfoglalja, egészen mondjuk a mai Bulgáriáig húzódik ez a kultúrkör, az ottani kultúrákkal szerves összefüggésben, ilyen Karanovo, stb. Ugye kultúrák. Úgy hívjuk, hogy neolitizáció, tehát ez a bizonyos neolit életforma váltás, amit Csányi neolit fordulónak nevezett a hosszú vadászó vándorló közösségek után a letelepülésnek a mindenfajta újítása, tehát az állandó telepeknek az létrejött a hatalmas demográfiai robbanás, az élelmiszer termelésnek megjelenés, ezeknek a nagy civilizációs vívmányoknak az első megjelenési formája ez, és hát nyilván ezeknek megvan a hitvilágra vonatkozó sajátos agyak figurális kultúrája, különböző egyébként szimbólumai, a temetkezések furcsa szokása, tehát egy életformának az úgynevezett nem írásos lenyomatát lehet ebből kiolvasni, és összehasonlítani nagyobb régiókkal. És ebben a településeknek, temetkezéseknek a viszonya, akkor az összetömörödött életformának, tehát az egy helyen letelepült életformának a különböző jel, tehát a házaknak például mondjuk a megjelenése, a házak építése, a kerámiának, tehát az égetett agyak, edények, forradalma. Ez meg iszonyatos mennyiségben építenek, vagy illetve hát készítenek kerámiát, illetve tapasztott falu házakat. Az égetett agyagnak a kétféle felhasználás. Egyrészt ugye a tapasztás, mert azt nem égeti ki, csak hogy utólag, hogyha leég, viszont egyébként az, hogy kiszárad, azáltal egy szilárd, hőálló, stb. Építkezési formává változik.
kerámiánál, mert kiformáznak iszapolás után különböző edényeket, amiket korábban egyébként a növényi, meg egyéb szerves anyagokból faragtak ki, vagy használtak maguknak, vagy éppen kőből, csak ugye az nyilván sokkal gazdaságtalanabb volt, most ezeket nagy üzemben, hatalmas mennyiségben lehet készíteni. Égetéses technikával, amikor nagyon finom égetéses technikával, még korom nincsen természetesen, tehát ilyen hurka technika, ami azt jelenti, hogy bizonyos ilyen nagyon tüzelni tudás képességével rendelkező, tudásával rendelkező mesterek építik azt ki, amikor ilyen rostos, osztott terű tüzelő térben alul tüzelnek, elválasztják ezt a teret, és felé a forró levegő fölé beteszik ezeket az edényeket, és akkor itt a hőhatást szabályozva, tehát ilyen redukáló vagy éppen serkentő égésekkel gyakorlatilag ezeket az edényeket a szállításokat fölgyorsítva szilárd kőkeménységűre égetik ki, és ezáltal használhatóvá teszik folyadékuk és mindenféle másnak. De ez nem elég, mert azon kívül, hogy használati eszközökként rengeteget készítem ebből, de kisebbet, nagyobbat, stb. Nagy távol edényeket és konyhai edények, és az ilyen miniatűr edényeket is, díszítik, még például nagyon gazdagon díszítik. A felületét az nagyon gondosan kezelik, és azoknak a felületét valamiképpen festéssel is, de bekarcolt díszekkel is nem akár hogyan látják el, tehát azokban több van, mint csak egy szórakozás, vagy ilyesmi, jellemző arra a mesterre, aki ezt tesz, illetve arra a gondolkodásra egyébként, amelyben az a fazekas mester él, és azt valószínűleg a törzs, illetve annak a falu közösségnek a tag is értik, hogy az mi van benne. És ezekben a különböző absztrakt jelek, tehát mondjuk az ilyen cikcak jelek, amelyek lehetnek öltözködés, tehát mondjuk ruhát utánozó, mondjuk textil mintáknak is felfoghatjuk egyébként egy részét víz, vagy levegő motívumnak, tehát lehet egyfajta kozmogóniai értelmezést is adni. Maga az edényeknek a formája kezdettől fogva hordoz magába valami olyan jelentést, tömegesen, különösen a vonaldíszes területeken elterjedve, a megszemélyesítésnek a szándékát hordozza magában. Nagy távol edényeken sokszor arcok vannak fölfestve. És hát nagyon sokszor az edényeknek egy ilyen absztrakt emberformája van, tehát ugye osztottak, ugye van egy felső test és egy alsó test, stb. És ilyenkor a díszítések sokszor, mintha ruhaneműek lennének, sokszor maga a forma. Aztán vannak állatalakos edények is nagyon sok, tehát és azon kívül meg különösen érdekesek ezek a szimbolikus agyakszobrok, amelyek ezek a pálcika alakú furcsa absztrakt formák, amelyeknek a nemi jellege nagyon erősen ki van domborítva, ráadásul ilyen komplex nemi jelleg, tehát kettős nemi jellege van, mert ezeknek a furcsa formáknak egyrészt női jellegét lehet látni, ugyanakkor meg egy ilyen fallosz formája is van. Tehát ez a fajta gondolkodás a maga összetettségében, és úgy, hogy gyakorlatilag nyilvánvaló közvetlen gondolkodásukat nem ismerhetjük, mert ilyasmás nincs róla, így nagyon érdekes ilyen megfejtési vagy ilyen értelmezési formákat, tehát asszociatív kutatói módszerekkel össze lehet hasonlítani ókori népeknek az írt és ismert gondolkodásával és egyébként kultusz formáival, ceremóniáival, és a kulturális antropológiában hatalmas számban érzett és értelmezett a különböző egyébként más helyeken ma is meglévő természeti népeknek a szokásait értelmezve, és ezeknek az összehasonlításában lévő különböző nehézségeket, mert ugye hát azért ezek egymástól távol lévő dolgokat is úgy hasonlítanak, ezekből elég jól föl lehet fejteni, hogy milyen fajta rendszerekből áll össze. Tehát az életükben azt ki lehet mondani, hogy ahogyan a mai ember élete is, a praktikus dolgok, meg az úgynevezett elvontabb transzendentális dolgok egyfajta szervesettséget alkotnak, és ez képezi az akkori életet. A vadászoknál ez egy mozgóformót, itt a letelepülésnél ez hirtelen egy területhez kezd alkalmazkodni. És a területnek vannak belső részei, határai vannak, kapui vannak a vadvilágra, tehát gyakorlatilag egyfajta világalkotási tényező, ez az első neolitizációs folyamat is. Mennyire ismerünk településeket, mennyire tudtunk elkülöníteni szent körzeteket és lakókörzeteket, vagy ipari körzeteket? Ebben a korai korszakban egyre jobban lehet, de természetesen azért ez megvan a módszertani nehézségen, ezt akarom mondani. Tehát a mostani nagy felületű feltárások és a különböző roncsolás nélküli talajrögönös előkészületi megoldások, meg légifotók, meg egyebek az elemzése nagy lehetőséget ad arra, hogy egy nagy területet minden jobban kiterítsünk és összefüggésébe lássuk. És ezek azok az összefüggésrendszerek, amelyek ezeket a kérdéseket egyre jobban közelebb tudják hozni. Tehát szakrális kerületek vagy megkülönböztetett kerületek mindig vannak. De mondjuk maga egyébként az alaphelyzet, a letelepült térnek az elkülönítése a többi tértől, ez
maga az alap, hogy helyfoglalás, ugye ez már képezi azt a fajta folyamatot, amikor az ember valamit ugye a maga hazájává tesz, tehát úgynevezett másodlagos természet kialakítása. Ennek általában mindig szimbolikus és valóságos határmesdjéknek a rendszere van. Ezek lehetnek kerítések, palisádok, árkok, különböző szimbolikus rendszerek. Ezeken nyilván mindig vannak kapuk, kiáltók, utak, amelyek kivezetnek a másik világba. Ezeket elég jó meg lehet fogni. A vonaldíszes kultúrában hatalmas ilyen körákos rendszerek vannak. Mondjuk a világban legismertebb nyilván a Stonehenge, ami egy kicsivel egyébként később betűnt. Ezek a nagy körákos rendszerek, ezek nagyon korai időszakok, arra visszamennek, és hatalmas rendszereket képeznek ebbe az úgynevezett vonaldíszes időszakban már. És ezek azon kívül, hogy így körbe vannak ásva, nagyon sok ilyen furcsa dolog van benne, például emberi maradványok, koponya maradványok, tehát a korabeli temetkezési, meg a halál utáni szokásoknak valami egész furcsa, bonyolult rendszerének a lenyomatával találkozunk, egészen odáig, hogy akár a kannibalizmusnak is lehet valami fajta rituális jelét felfedezni, vagy egy ilyen tömegmészállásnak valami fajta nehezen magyarázható, de mindenképpen megélt helyével is találkozunk. Na most ezekkel belül lehet látni mesterséges halmokat, kisebb kiemelkedéseket, amik a horizontból, tehát a járhorizontból emelkednek ki, és valahogy az meg egyfajta vertikális horizontot képeznek. Ennek is megvan a maga kultusz ereje. Ez különösen a közel-keleten telkultúrákkal függ valamennyire össze, és hogy ezeknek nem csak arról van szó, hogy egy ilyen nagyon koncentrált település van, hanem valamiképpen ez a szent domb, amit egy településnek sokszor a közepén van, lehet nevezni a fellegvárnak, na azon a részeken nagyon sokszor nem hétköznapi tevékenység folyik. Ezt a neolitikum későbbi korszakaiban különösen lehet látni, de már ebben az időszakban megjelennek ennek bizonyos nyomai. Tehát a területnek mondjuk úgy, hát vannak először is a telepnek vannak a külső határai, amin ugye az élet maga egész zajlik, és utána ennek vannak belső ilyen szent között, amiben viszont az életnek csak különleges tevékenységei zajlanak. És ezek lehetnek a temenószok, akár tehát ezek az elkülönült görög szóval, tehát ami a templom kerítéseket jelenthetnék, de ez még az ókori értelemben, vagy a nagy civilizációknak az értelemben ezek még nem olyan templomok ténylegesen, hanem a területnek egy olyan megkülönböztetései a használt területen belül, amiben csak bizonyos esetekre, bizonyos tevékenységeknél egyébként fordulnak be. És nem az élet hétköznapi dolgai, tehát nem lakóházak vannak benne, hanem itt különböző nagy lakomáknak a nyomaival lehet találkozni, ami mondjuk nem a hétköznapi fogyasztással függ össze. Különböző furcsa tárgyak önnek elő, az égetésnek, a tűzhasználatának a nem hétköznapi formáival találkozhatunk. Tehát ezeknek mind-mind a rendszerben is, és az egész településen belüli kiterített értelmezésén belül ezek egyre jobban tagolhatóan lehet látni, és ugye kialakul az a dolog, hogy a korabeli emberek igenis differenciáltan élték az életüket, hasonlóan, mint a maiak, hogy az életbe tapasztalt határok élet-halálon túl a világunkban lévő harmóniát valami fajta kivetített transzcendencián keresztül úgymond testesítették meg, és az a közösségi gondolkodásukban is teret nyert, és úgymond intézményesült, mert bizonyos tereket, sőt, majd később bizonyos volt épületeket erre használtak és erre építettek. Ekkor volt már épület ezen a területen, vagy ezt szabad térként képzeljük el? Volt már épület, még pedig házakat biztos, hogy építettek, ezek tapasztott falu házak voltak. Templomra gondolok. Szakrális épületek. Lehettek, voltak, mondjuk amit igazán ismerünk, az inkább egy kicsivel, később kicsivel mondjuk, hát a neolitikumnak a későbbi időszakában, az újkőkornak a késő időszakában, ugye ez egy itt tiszai kultúra, akkor tudunk egyébként úgymond szentélyekről, olyan épületekről, például a Szegvárnál, ahol lehet tudni, hogy az egésznek a leégett cségében konzerválódott épület, az valami fajta szakrális hely volt, tehát az biztos, hogy valami szentélynek kell lenni, az nem lehetett hétköznapi. Ilyenekkel inkább az 5. évezredben találkozunk, tehát egy évezreddel mondjuk később. De ebbe is biztos, hogy voltak már olyanok egyébként, csak lehetséges, ezek az építmények mondjuk nem voltak úgy felépítve, mint amennyire mondjuk a házak. Illetve az is egy másik kérdés, hogy mondjuk ezeknek a szakrális tevékenységeknek vannak házhoz köthető részek, tehát ilyen szakrális sarok, mint a lárészeknek, penátészeknek ugye a romaiaknál, tehát hogy egyfajta házi isteneknek a helyei, vagy házi szentély, vagy helyi kultusz sarok, amelyekben ezeket a kis mondjuk szobrokat, vagy éppen kis oltárokat hagyták, vagy alkalmazták, vagy esetleg ott föl voltak festve azok a formák, amelyeket mondjuk akkor úgy használtak a napi szakralitásnak a keretében. Tehát ezeknek is vannak nyomai. Ez biztos, hogy ahogyan az életük tagolódott, tehát volt egy falu közös,
közösség, annak nyilván volt egy előjárósága valamilyen szinten. Nyilván ennek megfelelően voltak az egész közösséget érintő közös, úgymond szakrális vagy ünnepségek, és hát voltak a családokat vagy a kisebb egységekben lévő egyébként dolgoknak is megvannak a maguk nyomai, de nem képeznek egy olyan fajta szilárd szabályrendszert, mint amit mondjuk esetleg a későbbi korokból ismerünk. Tehát, hogy nem a klasszikus nagy kultúráknak az ilyen kötelező szabályrendszerei voltak, ezekben sok a helyi rögtönzés, amiket nagyon nehezen lehet detenélni a megmaradt emlékekben. Itt a feltárás mennyire van előre haladott állapotban, várható-e a közeljövőben a befejezése? Minden ásatás úgy fejeződik be, ahogyan a beruházás feltételei szerint kijelölt területet fel tudjuk szabadítani. Tehát magyarul itt sajnos, illetve hát érthető módon azért alapvetően a beruházás által használt területeknek a megtisztítása, most idézőjelbe téve, tehát a feltárása, hogy aztán most minden nagyobb lelőhely ennél sokkal nagyobb, és mondjuk nem nagyon nyílik lehetőségünk, hogy abba kilépjünk. Hát az egy más kérdés, hogy ezekkel a bizonyos talajröngönös, légifotós lehetőségekkel, meg amennyire mondjuk el tudunk bizonyos fajta környezetrekonstrukciókat végezni, akkor ez egy szélesebben lehet valamiképpen egyébként mondjuk a területet, és mondjuk annak a felszíni nyomaival össze lehet hozni az kitalált dolgot, de mindenképpen ilyen mozaik jelleg ezek a feltárások, így is, hogy néha több hektárnyit összefüggő területeket tárunk fel abból a lelőhelyből. Tehát hatalmas, jóval nagyobb ablakokat nyitunk most már, mint régen, tehát sokkal nagyobbakat, de nem az egészet tárjuk fel. Tehát, meg hát azt hiszem, ez a világon sehol nem így van. Tehát a világon igazából arról, hogy teljesen föltárjanak egy lelőhelyet, nagyon ritkán nyílik a lehetőség. Mindig is egy résznek a sajátos, pontos, így mondjam, föltárása minél jobban rögzített adataiból kell egy becsült egészre következtetni, amit viszont csak a felszínjeletek alapján lehetnek ezekkel a különböző röggenes módszerekkel. Köszönöm a beszélgetést, most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.